A Bocskai és a Katona József úton is folyamatos volt ma a munka. Dicsérő oklevelet kapott a Lajos Árpádhon ismereti kör két tagja. Tehetségnapot tartottak a Vasvárúti általános iskolában. Ózdi Krónika. A stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek az Ózdi Városi Televízióban, élőben YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon. Jó estét kívánok! A Bocskai és a Katona József úton is folyamatos volt ma a munka. Mindkét helyszínen járdát aszfaltoztak a kivitelező cég munkatársai a közterület rekonstrukciós projekt keretében. Az egyik terület 63, a másik pedig 201 méter hosszban újult meg. Egy markoló segítségével pakolják le a forró aszfaltot a kivitelező cég munkatársai a Katona József úton. Ez a közterület rekonstrukciós projekt harmadik leghosszabb szakasza, ugyanis 201 méter kap új borítást. Amint egy 342 négyzetméteres terület emulziózását követően a szakemberek elkezdték az 5 cm vastagságú aszfaltréteg terítését és elegyengetését. Ezzel párhuzamosan a már helyére került anyagon egy hengerrel és egy lapvibrátorral mentek át, hogy szabályos legyen a felület. A közterület felújítási keretből két helyszínen folynak most a munkálatok. Az első itt a Katona József út páratlan oldalán újulhat meg a járda. A páros oldal évekkel ezelőtt teljes felújításon esett át. Itt decemberben elkezdődtek a munkálatok, a 47 és a 67 házszám között annyira rossz állapotú volt a járda, hogy ott föl kellett bontani, teljes új aszfalt réteget kapott. A 67 házszámtól a Vasvári Pál út bekötő szakaszáig, viszont a hideg idő elmúlta kapcsán most tudják folytatni a járda aszfalt burkolatát. Ez a látvány fogadta két héttel ezelőtt azokat, akik a Bocskai út környékén jártak. Akkor készítették elő ugyanis a területet a szakemberek, valamint elkezdték rendbe rakni a vízelvezetőt. Akkor végeztek a 10 cm vastag CKT beton terítésével is, így már csak az aszfaltra vártak, ami ma megérkezett. A városközpontba is elérkezett a közterületfelújítási programunk. Az első számú választókerület képviselőjével, Zsuponyó Anett alpolgármester asszonnyal járjuk be a területét, hiszen folyamatban vannak a munkálatok Cipóban és Medgyesen is, ahol járdafelújítás és vízelvezető felújítás is folyamatban van. Valamint, hogyha a pályázatunk majd elindul, az útfelújítási pályázatunk, akkor az utak felújítása is elkezdődik itt a térségben. Az emulziózás után erre a területre is 5 cm-es aszfaltréteg került. Számos feladatot el kellett végezniük, mint például a hengerelés, fejbeton készítés és az árokjavítás befejezése. Itt 63 méter hosszú szakasz kapott új burkolatot, amely nagyban megkönnyíti majd az arra járók közlekedését. Átadták a munkaterületet az Ózdi Távfő Kft.-nek, az utolsó simításokat végezték ma a városi piac területén a kivitelező cég szakemberei. Február végén kezdték el bontani a piacon átívelő távfővezetéket a megbízott vállalkozó dolgozói. A csövek leszerelése mellett 37 darab, egyenként 6 méter magas oszlopot is el kellett távolítaniuk a területről. A munkálatok jó ütemben haladtak, mára csupán néhány acélcső maradt, amelyet daruval emeltek ki a távfő telephelyéről, valamint még egy betonelemet kell elszállítaniuk. Ez lesz az utolsó fuvar a helyszínről. Ezzel párhuzamosan a tereprendezés is zajlott, a piac munkatársai salakot egyengedtek el az oszlopok helyén. A beruházás további hőközpontok kialakításával folytatódik, valamint a fűtőerőműben is tart az átalakítás. Újabb áldozatokat szedtek a banki csalók. Az adathalász kísérletek célja, hogy az elkövetők olyan információkat szerezzenek meg gyanútlan személyektől, amelyeket felhasználva hozzáférhetnek az elszenvedők pénzéhez. Legtöbbször a számla vagy bankkártya birtokosának személyes adatait, az internetbanki belépéshez szükséges azonosítót, biztonsági kódot, jelszót vagy bankkártya adatokat szeretnének megtudni, amelyekkel később olyan visszaéléseket követnek el, amelyel könnyen jelentős anyagi kárt okozhatnak áldozatuknak.
A csalások elkövetői egyre változatosabb és egyre nehezebben felismerhető módszereket találnak ki. Ilyen például a Simple Pay felület használata. Ez esetben már több ember is fennakadt hálójukon, több 10 000 forintot tulajdonítottak el. Az Ózdi rendőrkapitányság felhívja a lakosság figyelmét, hogy újabb trükkökkel jelentkeznek a banki csalók, akik a bank munkatársainak kiadva magukat kicsalják bankszámla vagy bankkártyánk adatait. Jól válasszuk meg azt, hogy milyen oldalon, illetve milyen termékért fizetünk, és mindenképpen, hogyha már áldozattá váltunk, ne próbáljunk meg saját úton behajtani pénzünket, hanem forduljunk soron kívül a rendőrhatósághoz, aki tudja zároltatni az elkövetőnek a számláját, és vissza tudja szolgáltatni a kicsalt pénzösszeget. Honismereti Szövetség dicsérő oklevelet kapott Kovács László és Kulcsár Józsefné, a Borsodabaú-Zemplén Vármegyei Honismereti Egyesület Honismeret napja alkalmából tartott rendezvényén Miskolcon. Az eseményt Bél Mátyásra emlékezve szervezték meg a Herman Otto Múzeumban, amely során több kiváló honismereti tevékenységet végző munkatárs kapott kitüntetést. A Honismeret napját ünnepelték hétfőn a miskolci Herman Otto Múzeumban, Bél Mátyásra a 18. század kiemelkedő tudósára emlékezve. A rendezvény során több programot is tartottak, viszont ez alkalommal a Borsodabaú-Zemplén Vármegyei Honismereti Egyesület Honismereti Szövetség dicsérő oklevéllel ismert el 8 munkatárs több évi kutató tevékenységét, köztük a Lajos Árpád Honismereti Kör 2 tagját. Kovács László 10 éve csatlakozott a honismereti mozgalomba, és azóta évente 1-2 dolgozatot is készít, így 2000 oldalnyi publikációt mondhat magáénak. Többek között a templomokról, ami a Rózskörnyéki is, illetve a seobenti templomoknak a leírása, aztán a hangonyvölgyi tájnevek és a tanyákról volt, ez mind a kettő megjelent könyvben. Aztán a Szentsimoni lakodalmas szokásokról, ami a mostaniak. Borsodolán Ózi üzemességének a munkájáról, tehát arról a történetről, amit csináltak, hogyan alakult és hogyan formálódott gyakorlatilag ez a munka. Aztán a Szentsimoni egyházi szokásokról. Kulcsár Józsefné 1970-ben adta be első munkáját, Születés keresztelő Szentsimonban címmel, amellyel országos első helyezést ért el. Ezt követően hosszú szünet után nyugdíjas éveiben folytatta kutató munkáját. Párhuzamosan készített szentsimoni és farkasjuki írásokat, úgy, mint például a temetési szokások Szentsimonban, amelyet aranyoklevéllel díjaztak a megyei gyűjtőpályázaton, vagy a nagy sikert aratott farkasjuki bányászételek. Legfőbb munkájának a farkasjuki templomról készült írását tartja. A hétfőn átadott dicsérő oklevél igen nagy jelentőséggel bír számára. A több évi kutató munkát eredmény ismerték el, nagyon is szégyeltem én magam, hogy én még sehete sehava, hogy ezt csinálom, mert hogy Laci csinálja évek óta. Meg voltak, akik ott csináltak már sok év óta. De hát én még 5-6 éve, úgyhogy, de nagyon izgultam, nem tudom, hogy miért, de mégiscsak. A Honismereti Szövetség dicsérő oklevelét dr. Székelyné Forintos Judit, a Honismereti Szövetség elnökségének tagja adta át. A további sikerekben bízva idén is több pályamunka születhet, hiszen a rendezvényen meghirdették a 48. István Figyula honismereti gyűjtőpályázatot. Humántudományi és ismeretterjesztő műhelyfoglalkozások, kiállítás és gálaműsor színesítette a Vasvárúti Általános Iskolában rendezett tehetségnapot. Az intézményben már 13. alkalommal szervezték meg az eseményt. A diákok körében nagy sikert arattak a látványos fizikai bemutatók, amelyet a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon, valamint az Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium pedagógusai tartottak. Idén már 13. alkalommal rendezték meg a tehetségnapot a Vasvárúti Általános Iskolában. Ma a tehetséges diákok különböző műhelyfoglalkozásokon vehettek részt, amelyekkel igyekeztek a szervezők az összes tehetségterületet lefedni.
Első körben a humán és természettudomány került előtérbe, de több egyéb izgalmas témát is bemutattak a gyerekeknek. Természettudományos műhely foglalkozást tartunk, humántudományokra is természetesen megpróbálunk fókuszálni, robotikával, a fenntarthatósággal, az ökoiskolával kapcsolatos műhely foglalkozások is lesznek a mai nap folyamán. Igen, nagy sikernek örventek a két teremben tartott fizika kísérletek bemutató is. A tanulók feszült figyelemmel kísérték végig a két vendégintézmény, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon, valamint az Ózdi József Attila Gimnázium és Kollégium pedagógusai által tartott előadásokat. De nekem azt tetszett a legjobban, amikor felgyulladt a rongy, és azt hittem, hogy valamilyen másféle dolgot használtak, ami miatt felgyulladt. Nekem nagyon tetszett. A napzáró akkor gyagála műsor volt, amelyre igen sokan kíváncsiak voltak. Az ünnepi előadás színes palettáján szerepelt többek között irodalmi műsor, a Petőfi emlékév alkalmából, idegen nyelvi, versmondó és zenei előadás is. Az esemény különlegessége, hogy idén a tehetséges tanárok is készültek egy meglepetés műsorral. Az Ómék Ózdi Művelődési és Kommunikációs Nonprofit Kft. Is képviseltette magát a Nemzeti Művelődési Intézet által rendezett közművelődés félig piaci alapon című szakmai napján. A rendezvénynek a Mezőkövesdi Közkincstár Nonprofit Kft. Adott otthont. A találkozó célja többek között az volt, hogy hűen lehessen demonstrálni Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye közművelődési intézményeinek hálózati kapcsolatrendszerét. Ezen felül jó gyakorlatok bemutatása és hasznos eszmecserék is folytak a szakmai napon. Továbbá a személyes kapcsolattartásban való hitet is erősítették a résztvevők. Ismét online vetítésre várják az érdeklődőket március 24-én pénteken 16 órától az Ózdi Városi Könyvtár Fiók könyvtárában. A Madárt színpadon keretein belül tercet Móri Zsigmond szerelmei címmel láthatnak a vendégek online előadást. A Madárt színpadon a Madárt Színház 2020 tavaszán indult, és immár hatalmas közönségbázissal rendelkező online programsorozata, amely a színház professzionális tévéstúdiójából saját készítésű, a színház, a film és a tévé műfaji határai létrejött új tartalmakat, úgynevezett filmszínjátékokat kínál. Ezzel a lehetőséggel élve Ózdon már harmadik alkalommal láthat a nagyközönség az Árpád vezérúti fiókönyvtárban ilyen jellegű előadást. A program érdekessége, hogy a ma induló Internet Fiesta rendezvény sorozatába épült bele. Aki érdeklődik az egyhetes eseménykavalkád iránt, az Ózdi Városi Könyvtár Facebook oldalán részletes információt talál ezzel kapcsolatban. Pénteken újra elrajtol az Ózdi Futónapok rendezvénysorozat. Az ezúttal kétnapos kihívás első állomása március 24-én lesz délután 5 órától, a második pedig június 30-án. A hagyományokhoz hűen a résztvevőknek az Ózdvárosi stadion salakos oválján kell 10 kört teljesíteni 45 perc alatt. Az Ózdi Teknőc Diák és Szabadidősport Egyesület az Önválaszt Mi Segítünk közösségi kezdeményezésnek köszönhetően rendezi a sportos programot, amelynek egyik célja a rendszeres mozgásra ösztönzés. A szervezők már 4:45-től várják regisztrációra a vállalkozó kedvű ózdiakat a helyszínen található emlékoszlopnál. Aki vállalja a kihívásokat, egy különleges puzzle emlékérem birtokosa lehet. A korábbi évektől eltérően most versennyel is fokozzák a hangulatot, ugyanis az első 3 nő és férfi külön éremdíjazásban részesül, valamint júniusban az abszolút győztesek serleget is kapnak. Akik mindkét alkalommal részt vesznek a rendezvényen, dupla eséllyel indulnak a fődíjakért, vagyis a 10, 20 és 30 ezer forintos sportszervásárlási utalványokért. Emellett pedig minden futónak jár a csoki, gyümölcs és frissítés. Az alkalom bárki számára jó lehetőség, hogy felmérje képességeit. A lényeg az lenne, hogy mindenki megpróbálja mind a két alkalommal, aki szeretne így futni, kocogni, tenni az egészségért, és hát első alkalommal esetleg felmérje, hogy milyen szinten van, és már a második alkalommal meg is tudja csinálni ezt a 10 kört 45 perc alatt. Igazából vannak többen azért a városban, akik rendszeresen is kocognak. Én úgy gondolom, hogy azoknak is egy jó erőpróba. Itt végig télen ugye sportoltak, mondhatjuk úgy, hogy alapoztak, és talán
ez a 10 kör az első ilyen szép tavaszi versenyük is lehet egyben. Híradónk végén nézzük újra a legfontosabbakat még egyszer, röviden. A Bocskai és a Katona József úton is folyamatos volt ma a munka. Mindkét helyszínen járdát aszfaltoztak a kivitelező cég munkatársai a közterület rekonstrukciós projekt keretében. Átadták a munkaterületet az Ózdi Távfű Kft.-nek. A csövek leszerelése mellett 37 darab betonoszlopot is elszállítottak a piacról a kivitelező cég munkatársai. Honismereti Szövetség dicsérő oklevelet kapott Kovács László és Kulcsár Józsefné a Borsodabahúj Zemplén Vármegyei Honismereti Egyesület honismeretnapi rendezvényén Miskolcon. Műhelyfoglalkozásokkal és gálaműsorral tarkított tehetségnapot tartottak a Vasvárúti Általános Iskolában. A gálaműsorban a tehetséges gyerekek és tanárok is bemutatkoztak. Most pedig nézzük, milyen időjárásra számíthatunk holnap. Pénteken ismét napos, fátyolfelhős idő várható, de egy hideg front hatására délután észak felől vastagodni kezd a felhőzet, és záporok, akár egy-egy zivatar kialakulhat. Nagyobb területen késő délutántól estétől várható csapadék. Napközben élénk erős lesz a délnyugati szél, majd késő este a Dunántúlon már északnyugatira fordul a légmozgás iránya. Térségünkben hajnalban 8, míg napközben 19 fokot mérhetünk majd. Ezek voltak a nap legfontosabb hírei a városban. A krónikát az esti műsor után és a szokott időpontokban is újra nézhetik. Híradónkat követően az Apropó című Komplex magazin korábbi adásának ismétlését láthatják. Friss hírekkel pénteken is ugyanebben az időben jelentkezünk. Szép estét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!